Jó napot kívánok, sziasztok, kellemes időtöltés mindenkinek. Hát azok jelentkezését várjuk, mint látjátok, akik szoktak dolgozgatni erőteljesen, méghozzá olyan dolgokkal, amik nehezek, és szállítani kell személyautóba, ugye nem fér el. Ez egy platós Volkswagen Transporter, ami 2008-ban helyeződött forgalomba, itthoni magyarországi darab, igazolt, garantált, 260 ezer kilométert futott a jármű, utána lehet nézni rendszámát, meg fogom nektek mutatni, lehet keresgélni. Nagyon jó gumikat találtam rajta, és ezeket meg is tudom nektek mutatni, amúgy lefotóztam. Koncsert mutatja nektek a mélységet, hogy mennyi van, gondolom van valamennyi intált, tehát ott tett a kis kezecskéje, ez a szépen belefér, 205-65-16-os C jelű teherautó gumi van rajta, mind a négy darab ilyen szép, jó minőségű gumi. A kasznia is tökéletesen egyben van, mint látjátok, egy szép kis tört-fehér színű a járgány, nagyon szép lámpái vannak, megnézegetjük, hogy nincsen megsárgulva, mindkét oldalát megnézzük, meg körbesételjük ezt a masinát, közben még megpróbálom nektek a motortérbe is egy kis képet valahogy mutatni, illetve a hangot is, hogy halljatok. Ez a motor egy TDI motor, 1.9-es dízel, és van benne ugye 85 ló. Nagyon könnyen indult, egy jó kis akkumulátor van benne. Megfelelő fékfolyadék szint és fagyálló is megfelelő szinten van benne. Én azt gondolom, ez nagyon szépen dolgozik, és egy jó kis strapabíró motor a Volkswagen-től. Szép nagy Volkswagen jel az elején, krómozott díszítéssel. Amúgy friss műszak is, tehát 2023, és harmadik hó elsőjé az autónknak a műszaki dátuma. A platónak az oldalsó része ugye lenyitható, mint látjátok, ezekkel a kis piros karokat, vagy kis műanyagokat, ha lenyomjuk, akkor megnyílik a hátulja, vagy az oldala. Alumínium végig, nincs szétverve, nincsen a tolatáskor meggyalázva, mint látható, mindkét oldala tökéletesen rendben van. A hátsó lámpatestek és az ütköző is hibátlan állapotú, szintén nincs, nem volt összetolva, és jó állapotú. Aztán ha mögé nézzünk, vagy alá nézzünk, akkor itt van a pótkerék, ugye, és ha itt az alvázat megtekintjük, akkor látható, hogy hibátlan, normális állapotú ez az alváz, tehát biztos, hogy egy ideig meg lehet vele autókázni. Aztán a platójára is meg ránézhetünk, ez egy ilyen fa pozdorjából készült kárpit, burkolat, és Feri és Peti kollégám, mint látjátok, nagyon szépen kisöpörték itt a belteret, úgyhogy lehet nektek dolgozni. Köszönöm a srácoknak, Peti ki is feküdt már a nagy melóba. Nézzük meg a többi részét is belülről és a járgányt, meg indítsuk hogy újra. Ez a hátsó üvegezés is jó állapotú, zöld színű, minden ablaka különben ilyen hővédős, ugye a melósok, ugye, az a kettő darab, aki ide be tud ülni, az ne süljön meg benne menet közben. Az üléseit megtekintve látható, hogy igazán szép állapotú. Az oldalsó rész és a beszálláskor, amikor beülünk, ugye ezt szoktuk, hogy főképpen a teherautók esetében, ugye nagyon magasan van az ember, és ide súrlódva tud csak beülni. Megpróbálok most súrlódásmentesen ide becsusszanni, ez meg is történt. Itt van előttem a kormány, Volkswagen jellel, ugye, és 260 ezer, 729, valahogy úgy mutatom, hogy lássátok. Vidáman vágódik ugye a fordulatszámérő, ez egy szervó kormány itt előttem. Aztán van itt kulcs riasztó, és van ott két kicsi zöld kulcs, ez nagyon fontos, legalábbis nekem igen. Ez egy Defend váltózár kulcs, tehát az autónkat, ha valahová letettük, akkor szépen ezzel a lükvezbe tesszük, vagy hátrameneti fokozatba, és itt ide, ha betesszük ezt a speciális kulcsot, akkor a tüskét oda be lehet nyomni, és nem lehet kivenni hátrameneti sebességi fokozatból, azaz én azt gondolom, hogy ez szinte ellophatatlan így ebben az állapotában, hogyha ezt használjuk. Vannak extrák is, tehát szervókormány, mint mondottuk, légzsákot találunk egyszer balkész felől, és hogyha átjövünk ide jobb oldalra, akkor van légzsák ugye jobb oldalról is. Van pohártartó, és ötös a váltó, egy meg hátrafelé,
kipörgésgátló kikapcsolható belőle, ez már a műszerfalon meg is jelenik, ez a kis sárga karika, háromszöggel és felkiáltja meg azzal a nyillal körbe-körbe. Van egy manuális klíma az autóban, és egy CD rádió. Ide föl lehet pakolásznunk még, és tulajdonképpen itt van mellettem jobb oldalon a komplett szerviz füzete, meg a leírásai, gépkönyve, mint láttuk, minden itt van hozzá. Itt van vásároltak, ugye Magyarországon ezt is lefotóztam 2008, 8. hó 22-én, itt látjátok ezt a szöveges részt, méghozzá egy váci kereskedésbe vásárolták. Tehát, mint mondottam, friss műszak is, 1.9 TDI, és akkor nézzük meg a pedálokat, hogy amelyik lent vagyok, tehát így néz ki egy 260 ezer kilométert futott teherautónak a pedázata. A kuplung nagyon finom, nagyon könnyű, biztos, hogy cserélték már, mert annyira finoman és könnyen lehet ugye betaposni. Nagyon jó, brutálisan jól dolgozik a moci. Na, indítjuk be újra, nézzük meg, hogy mit csinál, meg hogy csinálja. Valami, próbálok valami fényt, hogy ti is lássátok, meg én is lássam. Tehát leállítottam az autót, és akkor ezzel a kis kulcsocskájával, ami immobilizeres, azzal ugye elfordítjuk a kulcsot, és ugye az összes lámpából, ami ott világított, abból összességében a kézifék maradt égve, így szépen, ha behúzom, akkor kigyulladt, aztán pedig, ha elengedem, akkor elalszik a lámpa. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg tudtam nektek mutatni. Remélem, hogy elegendő volt ahhoz, hogy elgyertek ide hozzánk a kereskedésbe, és megtekintsétek ezt a járművet. Itt vannak a tartozékai is, még mögé tudunk lesni, van itt EU doboz is, hogy minden nagyon szép kívül, az ülést is megmutatom különben. Tehát ez a melósomnak itt az ülése, mint látjátok. Ez is nagyon szép állapotú, ezt sem kell javítgatni, nem kell vele csinálni semmit, csak vele kell huppanni, és lehet vele már is közlekedni. Na, kiszállok, és akkor elbúcsúzom követek. Ti nem menjetek messzire, mert mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy próbakört fogunk tenni Feri és Peti nélkül, mert azok szépen ide majd behuppannak ide mellém a jobb egyes ülésbe. Igaz, nem szabad ennyien beleülnünk, de szerintem meg fogjuk ezt mi kísérelni. Tehát egy pár száz métert, egy kilométert megyünk ezzel az autóval, és meg fogjuk próbálni menet közben is ezt a járgányt, mert érdemes lenne megnézzetek azt is, és akkor el lehet dönteni, hogy érdemes ide eljönnünk az M3 autóparkba, ahol egy jó kis Volkswagen Transporter majd vár ránk, friss műszaki vizsgával, ugye, és ezzel a szép belsővel, mint ahogy ezt láttátok. Mindenféleképpen megköszönném, ha nyomnátok egy ilyen kis jelet a videónknak a végén, és itt személyesen a kereskedésben találkozzunk. A viszontlátásra, sziasztok!